műsor felelős szerkesztője Rozprim Nándor nevében is köszöntöm nézőinket, jó estét kívánok! A Pécsi Vízmű RT folytatja regionális terjeszkedését, amelynek eredményeként immáron 4 megyében szolgáltat, jelenleg 49 városban és községben 230 ezer fogyasztót lát el, természetesen a legtöbbet változatlanul Pécsett. A társaság 10 évvel ezelőtti alapításakor a legfontosabb célként az fogalmazódott meg, hogy új szemlélet, új vállalatvezetési technikák jelenjenek meg a cégen belül. Ugyanakkor például egyértelmű elvárás volt, hogy a társaság az alaptevékenységet helyezze előtérbe. A beruházások során elsődleges szempont volt az automatizálás és az informatikai fejlesztés. Bevezették az ISO minőségirányítási rendszert, modernizálták az ügyfélszolgálatot, fejlődött a fogyasztókkal kötött szolgáltatási szerződések rendszere. A 10 év krónikájához tartozik, hogy a Pécsi Vízmű több elismerésben is részesült, így például a hazai víz- és csatornaszolgáltatók közül elsőként nyerte el a Nemzeti Minőségi Díjat. Szeretettel köszöntöm a stúdióban, nem udvariassági okokból, illetve ezt most egy pillanatra mellőzve Nyirati Istvánt, a Pécsi Vízmű RT vezérigazgatóját. És hogy miért az udvariassági ok, hát csak másodikként dr. Kamarás Judit adminisztratív igazgató csókolom a kezét, akikkel a következő percekben arról is beszélgetünk, hogy az elmúlt 10 évben sikerült-e a célokat maradéktalanul megvalósítani. Szó lesz arról is, hogy vállalja-e a vízmű az ISPA beruházás kapcsán keletkező többletfeladatokat, és hogy csökkenhet-e a víz- és csatornaszolgáltatás díja. Nézőinket is arra kérem, kérdezzenek, üzenjenek vendégeinknek, mondom elérhetőségeinket. Van két telefonszámunk, ez az 510-008-as és az 510-009-es. SMS-t küldhetnek nekünk, mégpedig alapdíjas, tehát nem emeldíjas SMS-t a 30-as körzet 30-30-140-es számra, illetve e-mailt küldhetnek a forum@pectv.hu címre. Műsorunk az interaktív fórum műsorok rendjéből egy kicsit kilógva, ezúttal csak fél órás, szűk fél órás, tehát hogy a kérdésük, észrevételük van, azt tegyék fel, tegyék meg mielőbb, és akkor természetesen eljutatjuk az illetékesekhez. Hölgyeim és uram, kezdjük a beszélgetést talán azzal, hogy ugye jubilál a cég, a Pécsi Vízmű RT idén ünnepli alapításának 10. évfordulóját. Egy kicsit pillancsunk röviden vissza erre a 10 évre. Én azt hiszem, fontos, hogy volt itt egy működő Pécsi Vízmű vállalat korábban is, aki ellátta a szolgáltatási feladatokat, de alapvetően egy technokrata cég volt. Azt mondta, hogy legyen mindig megfelelő minőségű vízszolgáltatás, és legyen egy szennyvízelvezetés tisztítás. Akkori városvezetés úgy gondolta, hogy ezen jó lenne fejleszteni, tovább gondolni, hogy még mit tud nyújtani egy szolgáltató cég, és úgy érezték, hogy ez kell egy külső partner bevonása, ez megtörtént a Suez csoport formájában, és úgy gondolom, hogy rendkívül eredményes volt az elmúlt időszak. A cégnek megváltozott a hozzáállása, a szemlélet, egy fogyasztóközpontúság, egy gazdasági szemlélet jelent meg, és úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy közben az ottani munkavállalók körülményei is jelentősen javultak. Tehát ha visszatekintenek a tulajdonosok, azt hiszem, hogy nyugtázhatják, hogy az eredeti célokat megvalósította a cég. Most már 2010-ben is említettük ezt a bizonyos szemléletváltást, de mi az, ami ebből a mindennapok során, maradjunk tisztelőek, lecsorog a fogyasztóhoz? Tehát mi az, ami ebből a szemléletváltásból számunkra előnyként meg tud jelenni? Hát én remélem, hogy észrevették azért a fogyasztók az elmúlt 10 évben, hogy nem hatóságként szerepel a Pécsi Vízmű, hanem valóban egy szolgáltatótól elvárható formában jelenik meg a kapcsolatrendszerben. És ez a mindennapokban úgy realizálható, hogyha valakinek problémája, gondja van, akkor próbáljuk ezt egyszerűsíteni, ezt a folyamatot. Az elmúlt évek arról szóltak folyamatosan, hogy közelebb próbáltunk kerülni a fogyasztóhoz, mind térben, tehát ügyfélszolgált irodát avattunk bent a városban, mind pedig technológiai folyamatokban is azt, hogy minél egyszerűbben, gyorsabban tudjuk elintézni az ügyeiket. Én remélem, hogy ezt a szolgáltatást azért értékelték a fogyasztók. Én úgy gondolom, egy értékarányos szolgáltatást tudunk most nyújtani. Lehetséges lett volna az előző szemlélettel, tehát mondjuk a 15 évvel ezelőtti szemlélettel talpon maradni egy ekkora és ilyen profilú cégnek. Tehát hogy annélkül, hogy ez a bizonyos szolgáltatási spektrum megjelenik, illetve a, hát mondjuk úgy, hogy az ügyfélközpontuság. Valamilyen szinte lehetett volna, mert azért Magyarországon úgy gondolom a többi vízmű is működik valamilyen formában, de ez egy versenypiac, egyre inkább egy versenypiac lesz, és ebbe szeretne a Pécsi Vízmű valamilyen versenyelőnyre szert tenni. Úgy gondolom, hogy ezt biztosítottuk az elmúlt években. Ez bizonyítja azt, hogy terjeszkedni tudtunk. Tehát igazából itt minden önkormányzatnak van valamilyen működtető szervezete jelenleg is, meg volt az elmúlt időszakban. Pécsi Vízműnek sikerült több önkormányzattal is kapcsolatot kiépíteni. Mert úgy gondolták ezek az önkormányzatok, hogy valamiben többet tudunk számukra nyújtani, a fogyasztók számára többet tudunk nyújtani, mint a korábbi szolgáltatójuk. Egy szemléletváltás nyilván nem zajlik le egyik napról a másikra, és nyilván valamifajta képzésnek a háttérben zajlania kell. Itt most az önök saját munkatársaira gondolok. Volt-e ilyen képzés, és milyen irányú? Én úgy gondolom, ez kiemelt program volt.
és erről tulajdonképpen nagyon jó lenne, hogy a kolléganőm mondana néhány szót, aki a képzésekért is felel a cégen belül. És akkor legalább megszól igazgatón is, parancsoljon. Igen, azt hiszem, hogy ez egy nagyon kulcs tényező nálunk, hogy akkor tud egy cég megújulni, megváltozni, hogyha az emberek a napi rutinból egy másik napi rutinba, vagy egy más működésbe tudnak változni, és ez nagyon fontos. Amikor 10 évvel ezelőtt megtörtént az újfajta működésre átállás, mert akkor elindultak nyilván ilyen képzések, meg próbáltuk tudatosítani azt, hogy a fogyasztó az már egy elnyerendő ügyfél, és hogy az a legfontosabb, hogy megpróbáljuk megoldani a problémáját, és nem csak egyszerűen elmondani neki valamit, ami tényleg ilyen hatósághoz hasonló ügyintézés volt a kezdetekben. A képzések terén egyébként nagyon úttörő a cégünk, azért, mert keresjük mindig az új dolgokat, azokat, hogy mikkel lehetne jobban, nagyobb eredményt elérni, és az elmúlt pár évben jelent meg a szervezeti kultúraváltás is a cégen belül, ami megint egy nagyon új irány és kihívás a dolgozóinknak, de mindig ott van mögötte a cél, az, hogy eredménye, hogy elégedettebb fogyasztókat érjünk el, hogy elégedettebb fogyasztók legyenek, akikkel kapcsolatban állunk, és ez az egész szolgáltatás ez eredményesebb legyen. Na, hogy ezt visszaigazolják az önök befektetett munkáját a fogyasztók, arról majd még beszélünk, viszont én is említettem a bevezetőben, és ami még talán fontosabb, a vezérigazgató is célzást tett arról, hogy itt most már korán sem csupán egy pécsi cégről beszélünk, hiszen talán épp ezeknek az eredményeknek köszönhetően létezik egy terjeszkedés. Folytatódik-e ez a terjeszkedés, illetve válhat-e holdinggá a vízmű? Amennyiben igen, akkor ez mit fog jelenteni? Igen, a célunk egyértelműen az, hogy a pécsi vízmű egy regionális jellegű szolgáltató legyen. Úgy gondoljuk, hogy rendelkezünk egy olyan tudás háttérrel, olyan tapasztalattal, amit érdemes máshol is értékesíteni, eladni a piacon. Ezzel jó járnak az ottani fogyasztók is, az önkormányzatok is, és természetesen a pécsi vízmű is. Ezzel a hatékonyságunkat tudjuk javítani. Én úgy gondolom, hogy fontos, hogy mi mindig pécsi vízmű maradunk. Itt marad a szíve, lelke, meg az esze tulajdonképpen ennek a holdingnak. Itt lesz a központja, és ebből tulajdonképpen, ebből a fejlődésből a pécsi polgárok és fogyasztók is tudnak, úgymond, eredményt realizálni, számukra is ez egy előnyös dolog lesz. Ha ez egy hatékony cég, akkor mondhatom azt, hogy egy jól működő gazdasági társág lesz itt, aki a fejlesztéseket végre tudja hajtani a vízi közműveken, és ebből adódóan egy sokkal folyamatosabb, jobb minőségű szolgáltatást is tud nyújtani. Kedves nézőink, telefonszámaink 510-008, illetve 510-009. Alapdíjas SMS-t küldhetnek nekünk a 30-as körzet 30-30-140-es számra, internet hozzáféréssel rendelkező pedig e-mailt a forum@pechtv.hu címre. A vezérigazgató úgy fogalmazott, hogy a szíve, lelke a cégnek azért itt marad. Hát keze, lába is itt kell, hogy maradjon, mert az ISPA beruházás azért jócskán ad feladatokat. Hamarosan rátérünk erre, viszont nézői kérdésünk érkezett, és ez mindig elsőbséget élvez. Seres Ilona kérdezi jelesül, mennyire zökkenőmentesek a vízóra cserék? Én úgy gondolom, ez egy tervszerű munkafolyamat, nem egy egyszerű. Tehát évente bekötési vízmérőből a vízműnek kb. 8000 mérőt kell kicserélnie, és itt ez azért problémás, mert mindig egyeztetni kell a fogyasztóval egy időpontot. És hát ez az időpont egyeztetés a legnagyobb kérdés mindig, hogy ezt jól meg tudjuk-e oldani. Maga technikai félrehajtása az nem egy túl bonyolult. Én úgy gondolom, bekötési vízmérők cseréje az nagyon jó, tehát 1%-nál kevesebb az a vízmérő, amit nem tudunk az adott időszakban lecserélni. A több problémánk tulajdonképpen a lakásvízmérőknél van, ahol igazából a más a hitelesítési időszak is 6 év, de hát ott a tulajdonosa, az az ingatlan tulajdonosa a mellékvízmérőnek, és nem mindenki szeretné ezt lecserélni, mert úgy mondja, neki van egy sajátja, ami neki megfelel jó. Ezt is lehet megoldásként választani, de mi azt mondtuk, hogy csak hiteles vízmérőre számolunk el, tehát mellékvízmérőket is 6 évente le kell cserélni. Én úgy gondolom, hogy alapvetően nincs probléma ebbe a rendszerbe, ha valaki úgy érzi, hogy nála valahol elakadt ez a folyamat, az jelentkezzen, és úgy gondolom megoldjuk a problémáját. Ha már a helyszínen vannak egyébként a saját tapasztalat, én úgy terveztem, hogy a délelőttöt rászánok, de kb. 20 perc után távozhattam otthonról, mert hamar lezajlott ez a dolog, szerencsére nem én csináltam valószínűleg ezért. Az ISPA beruházásról beszéltünk az imént. Ennek révén jelentősen bővül, sőt, szinte teljes lesz a város szennyvíz csatornázottsága, és az érzékeny vízhálózat is így egyfajta védelmet nyer. De hát ebben önöknek is jelentős szerepük, oroszlán részük van, vagy lehet. Milyen plusz feladatot jelent ez a társaság számára?
Én azt hiszem, hogy alapvetően technológiailag nem jelent új feladatokat, plusz többletet jelent, de ugyanazt a feladatot kell nagyobb volumenben ellátni, amit eddig is ellátunk. Én úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas lehetőség Pécs város lakosainak, meg a pécsi vízműnek is, hogy majdnem minden fogyasztó most már el lesz látva vezetékes ivóvízzel, és emellett szennyvízelvezetés is lesz. Ez valóban nagyon fontos a vízbázisok védelmének a szempontjából is, de úgy gondolom, hogy egy európai színvonalhoz manapság hozzátartozik, hogy legyen egy vezetékes szennyvízelvezetés, és a fogyasztóknak ne jelentsen problémát a szennyvíznek az elhelyezése. Mi készülünk erre a folyamatra, az első ütem ugye az idei évben zárulni fog, ezután kezdődnek majd igazából az üzembehelyezései a rendszernek, és hát az új fogyasztóink majd ezután fognak megjelenni a rendszerbe. Azt kell mondanom, hogy nagyon jó, hogy ez megvalósul, készülünk az új feladatra. Tehát azt gondolná a laikus, mint például én, hogy azért ezzel olyan sok dolguk nem lesz, hiszen ez egy új hálózat, talán nem erodálódik el olyan gyorsan, mint a régi. A sok helyütt már igen régi vízhálózat. Ez igaz egyébként, tehát úgy gondolom, hogy azért, ha megnézzük és szakmailag figyeljük azt, hogy mi van egy új rendszer megvalósításán, meghibásodásokkal, akkor a kezdeti időszakban jönnek ki a gyerekbetegségek, úgymond, aztán van egy stabilabb olyan felnőtt kor, és később, amikor előregszik, akkor kell újra javításokra gondolni. Tehát én úgy gondolom, az első néhány évben azért még vannak problémák, amik a kivitelezésből adódóan esetleg előfordulhatnak, későbbiekben lesz egy megfelelő állapot, amikor már bedolgozódik az egész rendszer, de hát a nagy feladatunk alapvetően tényleg a régi rendszernek a felújítása lesz. Tudom, hogy önöknek nem kenyere a hencegés, de azért dicsekedjünk egy kicsit erről a nemzeti minőségi díjnak a kapcsán. Ugye ezt nyerte el a vízmű. Önök, mint a legilletékesebbek, minek tudják be ezt a sikert? Annak, hogy tényleg a vízi közmű szakmában először nyertük el, annak azt, hogy először indultunk el ezen az úton. Először gondoltuk azt, hogy a folyamatok szabályozása az egy jobb, eredményesebb, hatékonyabban működő céget eredményez. És amikor elkezdtük ezt, akkor jöttünk rá arra, hogy mennyi mindent csinálunk amúgy is nap, mint nap, de hogy ez egy rendszerré, ha összeáll, akkor mennyivel eredményesebb és mennyivel többet tudunk ezzel minden szinten teljesíteni. A díj elnyerése az egyrészt visszacsatolása természetesen annak, hogy amin dolgoztunk és ahogy elképzeltük, az jó. Másrészt sikerélmény nekünk is, hogy előrébb tudjunk menni, és a Nemzeti Minőségi Díj után végül is egy Európai Minőségi Díj pályázaton is indultunk, és ott is elismerés a kiválóságért díjat szereztünk. Tehát már tovább léptünk egyel. Az igazi visszacsatolás mindazonáltal, én úgy gondolom, hogyha a fogyasztó elégedett, hogyha például az ügyfélszolgálatnál nem kigyóznak a sorok, legalábbis nem a panaszosok sorai, hanem egyéb adminisztratív feladatok miatt jelentkeznek ott. Na, mit gondol a lakosság erről, önök mit érzékelnek? Az ügyfélszolgálati iroda forgalmát tekintve úgy érzékeljük, hogy csökken a megkeresések száma. Nyilván azért változik a kor is, tehát amióta már a Pécsi Vízmű RT-t is el lehet érni interneten, és fel lehet tenni kérdéseket, hogy vannak olyan forma nyomtatványaink, amik letölthetőek. Tehát nem kell mindenért bemenni az ügyfélszolgálati irodába, vagy működik egy jó rendezett call center, ami sok problémás kérdésre választ adhat. Azért ezek mind-mind az ügyfélszolgálati iroda forgalmát csökkentik, de nyilván önmagában, hogyha mindent megkeresést összeadunk, ez még mindig kevesebb, mint az előző években. Ez mind azt jelenti számunkra, a fogyasztói elégedettségvizsgálatunk eredményeivel alátámasztva, hogy egy elégedettebb fogyasztói kör tudunk mag ellátni, mint akár 5 vagy 10 évvel ezelőtt. Mi most, ha tetszik, egy meghosszabbított nyitvatartású ügyfélszolgálat vagyunk. Nézőink hozzánk is fordulhatnak e-mailen, telefonon, illetve SMS-ben. Ezt tette egy kedves nézőnk SMS-ben a 20-as körzet 482-8946-ról, és kérdezi, hogy a Pécsi Vízmű mikor szolgáltat újra Szentlőrincen. Szentlőrinccel kapcsolatban elindultunk a szentlőrinci szolgáltatásban. Szentlőrinc város döntött úgy, hogy a jövőben a régi szolgáltatója helyett a Pécsi Vízmű RT-t szeretné szolgáltatóként látni. Van még egy jogi vita, ami jelenleg bírósági szakban van, amiről nyilván még a későbbiekben lesz eredmény. Mi a legkésőbbi szolgáltatási időpontot, amitől a Pécsi Vízmű RT fog szolgáltatni, azt 2007. szeptemberében látjuk, de mi több reményt, sok reményt fűzünk ahhoz, hogy ez nyilván a bíróság döntésének függvényében már korábban, mondjuk 2006. január 1-től megtörténjen. És nagyon reméljük azt is, hogy a szentlőrinciek ebben a viszonylag rövid üzemeltetési időszakban már látták azt, hogy
hogy milyen előnyöket jelent, hogyha a Pécsi Vízmű RT üzemeltet az adott területen. Hát ebben a kérdésben burkoltan ez volt benne, mert éppen csak az nem volt, az nem fogalmazódott benne meg, hogy a Pécsi Vízmű mikor szolgáltat már újra Szentlőrincen. No, ha mégis panaszkodnak viszont az ügyfelek, mert hát nem lehet ezt sem eltagadni, hogy bizonyára vannak azért panaszok, akkor mik a tipikus problémák, mivel jelennek meg? A legtipikusabb probléma az a Pécsváros sajátsága, mert nem minden városban alakult így. Ez a bekötési mérés a mellékmérő közötti nem csak elszámolási vagy mérési különbözeti vita, hanem egyáltalán ez a helyzet, hogy létezik egy bekötési mérő, ameddig köteles a jelenlegi jogi szabályozás alapján társaságunk szolgáltatni, azon a ponton köteles szolgáltatni, ez a bekötési mérő a Pécsi Vízmérté tulajdonában van. Még ezután mondjuk képzeljünk el egy 10 emeletest, hogy hány mellékmérő van ott még, és ugye tudjuk azt, hogy egy lakásban nem biztos, hogy egy, lehet, hogy több mellékmérő van, és ezek a mellékmérők, ezek viszonylag kaotikus állapotot idéznek elő, mert tényleg a rendszer sajátosságaiból adódóan. Sok városban nem alakult ki ez a helyzet, hanem maradt az egy bekötési mérő, és valamilyen elszámolási módban megállapodtak a lakók, ami szerint felosztják azt az egy mérőt. Egyébként nem biztos, hogy ez egy rossz megoldás, mert nyilván akkor nincsenek a rengeteg mellékmérőnek költsége. Tehát ezt a fogyasztóknak azokban a városokban nem kell megvenniük, nem kell folyamatosan hitelesíteniük, cserélniük, és a vízműveknek nem kell olvasniuk. Nálunk ez alakult ki, és azt hiszem, hogy ez a legnagyobb probléma, vagy ezzel kapcsolatban a legtöbb kérdés és a legtöbb panasz. Most mi van akkor, ami mondható akár tipikusnak is? Én legalábbis úgy tudom, hogy ha a mellékmérőkön mért fogyasztások összege, az nem stimmel össze a főmérővel. Ez legtöbbször nem stimmel össze. Ennek több oka lehet. Egyrészt ezek a belső hálózatok, ezek nem biztos, hogy tökéletesek. Lehet ez az egyik oka. A másik, hogy általában a bekötési mérő egy pontosabb mérő, tehát más pontossági osztályban van, és pontosabban mér. Például egy csöpögő, vagy épp hogy folyó csapot lehet, hogy egy mellékmérő nem, de a bekötési mérő az méri. És ezek alapján, valóban a jogszabályok alapján is, a bekötési mérőre számláz a Pécsi Vízmérté, tehát az ott elfogyasztott vízmennyiséget számlázzuk ki, és igen, innen adódnak a problémák, hogyha különbözet van, akkor mit tud tenni a társasház? Azért az látszik, hogy több megoldás van, és van, ahol nagyon jól működő megoldásokat alkalmaznak. Ugye amikor a társasháznak az alapszerződésében rögzítik már azt, hogy hogyan fogják ezt a különbözetet akár a lakás négyzetméter arányában, akár az ott lakók száma arányában felosztani, akkor ez egy automatikus módszer, ezt ha jelzik felénk egyébként, akkor mi ezt automatikusan így osztjuk fel a mellékmérőkre, és akkor már eleve nem fog kialakulni a bekötési mérő és a mellékmérő között különbözet. Idén minimális volt a díjemelés mértéke, ugye a szolgáltatások minőségét a legtöbben azért a pénztárcákon regisztráljuk. Elképzelhetőnek tartják-e, hogy jövőre akár még kevesebbet is fizessünk mondjuk nominál értékben a szolgáltatásokért, és ha már itt tartunk, akkor hogy állunk országos összehasonlításban, tehát mondjuk a többi megyeszékhelyhez képest? Hát elég nehéz az összehasonlítás, mert nagyon különbözőek a földrajzi műszaki adottságok, tehát ebből adódóan az önköltsége is nagyon különböző a szolgáltatásnak. Hát itt Baranya megyében Pécs a legolcsóbb város. Országosan azért a felső-közép kategóriába tartozik a Pécsi Víz és Csatornadíj, tehát ha ezt kell mondom, erre túl büszkék nem lehetünk, de ez valóban egy adottság. Ebben a térségben viszonylag kevés a jó minőségű egészséges ivóvíz, tehát ezért máshonnan messzebből is kell hozni, tehát a Mohács mellől, a Mohácsi szigetről is kell hozni. A Mohácson is drágább, mint Pécset? Igen. Hát ott folyik a Duna. Hát igen. Mondom ismét, mint laikus. Az az igazság, hogy azért az a Duna víz, ami ott folyik, az nem fogyasztható, tehát az elég sok kezelési fázison kell keresztül menni, és hát azért az sem mindegy, hogy mekkora a szolgáltató cég. Tehát látszik, hogyha nagyon aprók a szolgáltatók, akkor fajlagosan drágábban tudnak szolgáltatni. Az, hogy pedig mi lesz a jövőben a díjakkal, hát azt nyugodt szívvel mondom, hogy jövőre még nem fog csökkenni. A célunk az, hogy tényleg megnézzük azt, hogyha belső hatékonyságunkat tovább javítjuk, akkor hogy lehetne ezt tulajdonképpen a fogyasztókra is továbbiakban érvényesíteni. Az elmúlt időszakban ez egy ilyen közvetett dolog volt, amit a fogyasztók kevésbé érzékeltek. A hatékonyság növelésből származó többlet eredményt mi a közművekre fordítottuk vissza. Ez igazából nagyon jó a közmű tulajdonosának, a városnak vagy a vagyonkezelő RT-nek, de jó a szolgáltatónak, és nagyon jó a fogyasztónak is, mert igazából sokkal kevesebb meghibásodás, sokkal stabilabb, biztosabb szolgáltatás nyújtható.
Tehát a kettő mindenképpen összefüggésben van, tehát a mindenkori árképzés és az, hogy milyen hálózatrekonstrukciós munkák folynak. Igen, tehát azt tudomásul kell venni, hogyha van egy öreg rendszer, annak nagyon drága az üzemeltetése, a fenntartása, karbantartása, javítása is. Hogyha ez jobb állapotba kerül, akkor alacsonyabbak lesznek ezek a költségek. És itt érünk el majd oda, hogy előbb-utóbb csökkenteni lehet a szolgáltatás díjait. És tulajdonképpen itt lehet előnye mondjuk egy ISPA beruházásban megvalósul nagy tömegű új rendszernek, ahol várhatóan a napi működtetési költségek alacsonyabbak lesznek. Ebből adódóan valószínűleg a többi fogyasztót is előnyösen fogja érinteni, nem kell díjakat emelni. Mikorra prognosztizálja ezt? Most gonosz kérdés, de mikor hozhatják le az újságok és mi szalagcímben azt, hogy csökkent díjat, szolgáltatási díjat a vízmű RT? Hát erre van nagyon egyszerű válaszom egyébként, itt az önkormányzat az ármeghatározó hatóság, tehát bármikor, amikor úgy dönt, hogy csökkenteni fogja a díjakat, megtörténhet, de azért ennél komolyabb a kérdés, úgy gondolom, és mint műszaki ember azt kell mondanom, hogy jós elemben nem vagyok, tehát ez még évek kellenek, hogy ez megtörténjen. Nagyon sok helye van annak a pénznek, ami megképződik jelenleg a vízdíj rendszerben, tehát azon kívül, hogy a napi működtetési költségeket kell finanszírozni, a rendszer felújítása a legnagyobb feladat, amire éves szinten több mint 1 milliárd forintot fordítunk. Ezek az ilyen jellegű munkálatok a következő időszakban hol fognak zajlani? Ez már például közlekedési szempontból sem mindegy, hiszen ez gyakran út lezárásokkal, elterelésekkel is jár. Igen, mondanám, hogy a város minden területén, de azért ennél pontosabban behatárolható, és most történik egy egyeztetés a város, a nagyobb közüzemi szolgáltató cégek között, hogy lesz egy új útfelújítási program a városban a következő években, és ehhez kapcsolódóan történjenek meg tulajdonképpen a közmű felújítások is, hogy ne egy felújított útra kelljen utána visszamenni természetesen. Én úgy gondolom, hogy az úthálózatban a tervek szerint nagyon jelentős felújítások lesznek. Itt nagy kérdés, hogy pénzügyileg tudjuk-e követni ezt mi a vezetékek felújításával, és remélem, hogy igen, nagyon jó lenne, mert akkor egy megújuló rendszer tudnánk mi is működtetni. Pécsváros önkormányzata több ízben kinyilvánította abbéli szándékát, hogy más egyéb szolgáltató cégekhez hasonlóan szeretne újra 100%-os tulajdonosa lenni a Vízmű RT-nek is. Önök, mint illetékesek, hogy látják, hol áll ez a folyamat, és hogyha megvalósul, feltéve, de meg nem engedve, vagy akár megengedve, ha megvalósul, akkor a fogyasztó ebből mit fog érzékelni? Örülni fog neki, vagy falba veri a fejét? Hát illetékesnek maximum annyiba tartom magamat, hogy tájékoztatni tudom a nézőket is arról, hogy hol áll ez a folyamat. A tulajdonosok között valóban elkezdődött egy ilyen tárgyalás, de úgy gondolom, ennek sokféle kimenete lehet, akár a kapcsolatrendszer megerősítése is kijöhet ebből. Én úgy gondolom, hogy végig kell gondolni, hogy mit lehet ezzel nyerni, mit tud nyerni a város, mit tud nyerni a fogyasztó, mit tud nyerni a működtető vagy a szolgáltató cég azzal, hogyha itt tulajdonos változás van. Én úgy érzem, hogy jelenleg azért ez egy jól működő, stabil cég, aki viszonylag jó szolgáltatást tud nyújtani, gazdaságilag is jól működik, egy fejlődő cég. Nem biztos, hogy hozzá kell nyúlni ez a struktúrához, de a döntés az nem az én kezemben van, én egy alkalmazott vagyok ebbe a cégbe természetesen, és a tulajdonosok fogják meghatározni, hogy mi lesz a tulajdoni szerkezet a következő időszakban. No, de egy tulajdonváltás vagy egy tulajdoni szerkezetváltás nem feltétlenül jelenti a menedzsmentnek a útilapúval való ellátását, tehát attól még működhetne ilyen kiválóan a cég, és továbbra is hozhatná a minőségi díjakat. Ez teljesen igaz, és én úgy gondolom, azért ülünk nyugodtan a székbe a kollégáimmal együtt, mert úgy gondoljuk, hogy mi egy jó pályára állítottuk ezt a céget, és úgy gondolom, hogy ezt értékelik a tulajdonosok, aki pillanatnyilag is remélem hosszabb távon is értékelni fogják, és hagynak minket dolgozni. Még a beszélgetés elején a szemléletváltással kapcsolatban, illetve a cég ügyfél központúvá alakításával kapcsolatosan említette igazgatónő azt, hogy itt verseny van. Most ez furcsán hangzik, miután azért Pécset és mindazokon a helyeken, illetve a legtöbb olyan helyen, ahol önök szolgáltatnak, igazi riválissal nem találkoznak. Ez a fajta versenyszemlélet, akkor ezek szerint egyfajta mundérbecsülete, tehát saját maguk számára, ami egyébként nagyon pozitív dolog, hogy saját maguk miatt, ha tetszik, lárpullár működik, vagy van-e igazi piaci verseny? Hát azért a vezérigazgató úr már beszélt a terjeszkedésről, és azért az elmúlt 10 év egyik nagy tapasztalata, és egyik nagyon jó időben felismert piaci helyzet, vagy piaci lehetősége az az, hogy az igazi növekedési ívünk az abban van, hogyha terjeszkedni tudunk, mert ezek a pici szolgáltatók, ezek nem tudnak hatékonyan, gazdaságosan működtetni. Ehhez képest egy nagyobb holdingszerű működés lényegesen gazdaságosabb. Ahhoz viszont, hogy mi egy holdingszerű működést el tudjunk érni, ahhoz nyilván, amikor egy önkormányzat dönt, hogy a jövőben melyik céggel fog
szerződést kötni hosszabb távra üzemeltetésre, akkor is egy versenyhelyzet van, hiszen több ilyen szolgáltató van, aki szívesen lenne ott, és szívesen versengene azért, hogy azon a településen szolgáltasson. És igen, ilyenkor mindig visszacsatolva tényleg a humán erőforrás képzésekre is, nagyon fontos az, hogy a kollégáink, az a csapat, aki ezen dolgozik, az felkészült legyen, ők valóban egy magasabb szinten tudjanak valamit, amivel mi nyerni tudunk, és amivel minket választanak, és ebben tényleg benne van az is, hogy az adott pályázat, a pályamunkánk, vagy az, amit mi beadunk, vagy amivel mi előállunk, az milyen, de mögötte van az egész Pécsi Vízmű RT, és az egész Pécsi Vízmű RT image, ami a 10 év alatt kialakult. Említettük ugye az elején, és az valóban így is van, hogy jubilálunk. A műsor utolsó egy percében beszéljünk a Vízmű következő 10 évéről, ha lehet. Tehát az elmúlt 10 év a vállalatirányítási rendszer megreformálásáról, modernizálásáról szólt, és arról, hogy egy a szó nemes értelmében vett szolgáltatás meghonosodjék és rutinná váljon. Miről szól a következő 10 év? Talán a stratégiánkról, nem? Nekünk van egy stratégiánk erre. Mi lenne ez a hosszú távú stratégia? Vagy ez még rövid távú? Nem, hát igazából középtávok ezek a stratégiák, tehát 5 évre készítünk mindig stratégiai tervet, de azért hosszabb távra is előre tekintünk. Most azt mondtuk a következő 5 évre, hogy a Pécsi Vízmű lesz Magyarországon a legjobb regionális jellegű vízi közműszolgáltató. És ebben fontos minden szó, tehát fontos a legjobb, ezt vállaljuk. Még hogyha ezt nehezen is lehet mérni esetleg néha, hogy ki a legjobb, de azt hiszem vannak különböző módszerek, amelyet meghatározható, és fontos az, hogy regionális jellegű, tehát ez a pálya áll előttünk. Úgy gondoltuk már néhány évvel ezelőtt, hogy van egy piac, amin működünk. Ez a piac ez folyamatosan szűkülő, mert takarékoskodnak a fogyasztóink, mert nincs annyira iparfejlesztés a térségben, tehát valamilyen kitörési pontot kellett találnunk, és ez pedig az, hogy akkor több embert lássunk el ugyanezzel a szolgáltatással. Természetesen másik oldalon a már meglévő szolgáltatás területünkön pedig folyamatosan fejlesztjük a szolgáltatás minőséget, mert az igazi referenciánk mindig azok a települések és azok a fogyasztók, ahol már szolgáltatunk. Tehát ha egy új versenyhelyzetben megjelenünk valahol, akkor mindig megkérdezik már az általunk üzemeltetett területeket, hogy na és mennyire vagytok megelégedve, hogy működött ez a kapcsolatrendszer az elmúlt 10 évben, és eddig mindig jó ajánlást kaptunk, mert az eredmény az azt mutatja, hogy érdemes minket választani, és választottak is minket. Én úgy gondolom, hogy ez ami kifelé maga a gazdasági növekedés. A másik a minőségi szolgáltatásnak a további fejlesztése, ez fontos, hogy legyenek megfelelő forrásaink. Tehát fejleszteni kell maga a közműhálózatot, fejleszteni kell az üzemeltető eszközöket és magát a szervezetet. Ebben kiemelkedő szerepe van az ott dolgozó embereknek, és én úgy gondolom, hogy itt nagyon fontos, hogy ebben a holdingban a központ az Pécset marad, tényleg itt lesz a szellemi központja ennek a holdingnak, szükségünk van jó szakemberekre és egyre jobb szakemberekre, tehát az ő képzésüket fogjuk folytatni. És én hiszek abba, hogy 10 év múlva, hogyha tudunk így beszélgetni erről a témáról, mi itt leszünk, akkor, hát remélem, hogy én is, akkor nyugodt szívvel vállalhatom azt, amit most ígérek, tehát, hogy ténylegesen elérjük ezt a célt, hogy a Pécsi Vízmű a legjobb lesz a vízművek között. Úgy legyen, igazgatónő, vezérigazgató úr, köszönöm szépen, hogy eljöttek a stúdióba és válaszoltak a kérdésekre. Kedves nézőinknek pedig köszönjük, hogy feltették ezeket a kérdéseket, legyen ez így a következő interaktív műsorunknál is. Én jó munkát és további, még eredményesebb következő 10 évet kívánok önöknek. Találkozunk itt. 10 év múlva. Köszönjük. A Pécs TV műsoraihoz pedig további kellemes időtöltést kívánok. Viszontlátásra!